A gyermeki lélek tele van várakozással, igénye van a szép szóra, a gondos odafigyelésre, az olyan értékek felmutatására, amelyeket, ha eljön az idő, ő is továbbadhat, hiszen ez a nemzet az egyház fennmaradásának módja. Erre törekednek a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium lelkes pedagógusai. Reggel 7-kor felébredtem, 4-8-kor elindultunk, 8 előtt 10 perccel ott voltam az iskolában. Először volt matek, préces, anyanyelv és román. Felmentünk ebédelni, ettünk passzulyleves, gombócot és narancsot. 4 órakor hazamentünk, 5-kor elmentem korcsolyázni, hazajöttem, becsomagoltam, olvastam, írtam, filmet néztem, és végül lefeküdtem. A második nap. Nagyon izgultam, hogy milyen lesz a román óra, és abban a percben csörgött az óra. Felkeltettem a szüleimet, és öltözni kezdtünk. 8 előtt ott voltam az iskolában. A matek az első órán volt, és nagyon sikeres. Románból hiába izgultam, mert nem feleltem. Magyar órán nagyon jó voltam. Kézi munka órán is a hóemberem is jól sikerült. Felmentünk ebédelni, ettünk passzulylevest, másodiknak gulyást és harmadiknak tésztát. Elmondtam az imát, és csendben lementünk. Megoldottam a házim, anyanyelvből 2 hibám volt, román 4 és matek 2. A házi után lementünk játszani. Feljöttünk, és lementem fúrjaórára. Utána kimostam humorral a csészéket, és elkezdtünk öltözni. Megvártam a tantónénit, és lementünk. Édesapám levitt nagymamámhoz, és a testvérem anyukámmal is ott volt. Nagyon örültem, hogy ott lehettem, de a testvéremnek nem örültem, mert egyfolytában bakalódott, ezért nem szeretek vele játszani. Gyorsan felöltöztem, és felmentem kosarazni. Ahogy felmásztam a buszra, az ajtó rám csukódott. Nagyon megijedtem, és a románok is elkezdtek kiabálni. Annyi dörömbölték az ajtót. Nagyon sok sikerélményünk van, és a diákok zömmel fel tudta vállalni azt a szellemiséget, amit ez az iskola fölkínált, és nagyon jó irányban fejlődtek a gyerekek, és akkor arra gondoltuk, hogy sokkal egyszerűbb és nagyobb hatásokkal tudnánk dolgozni, jobb eredményekkel, hogyha ezeket a gyerekeket nem 9. osztályba kapnunk kézbe, hanem jobb, sokkal hamarabb, mert akkor ugye kiskorban még jobban lehetne nevelni és figyelmet fordítani az erkölcsi vallásos nevelésükre. És akkor már ugye 9. már nem lenne olyan gondunk, hogy sok felől jönnek a gyermekek, és akkor kell belerázódjanak, és akkor kell ugye felvállalják azokat az értékeket, amit ez az iskola képviselni szeretne. Hát az elsős szülőket úgymond nem győzködtük, hisz az első szülőkkel nem igazából találkoztunk. Azt hiszem, hogy hallották hírét a kollégiumnak, esetleg észrevették azt, hogy a értékvesztett világban élünk, és hogy ez egy a felekezeti iskola talán adhat egy más lehetőséget, egy más utat talán, hogy jobban gondjukat viselnénk a gyermekeknek, vagy esetleg a vallásos erkölcsi nevelés az, amely kicsit a gyerekeket jobb irányban neveli. És én gondolom, hogy akkor megpróbálják, vagy megpróbálták, úgy látszik, ugye, hogy ez keresett iskola élet. Annak ellenére mondom, hogy a szülőkkel úgy nem találkoztunk, tehát nem
nem kellett reklámozzuk magunkat. Hiszünk abban, hogy a gyermeknek a tehetségét és a kibontakozását az segíti elő, ha igazából szaktanárok foglalkoznak velük, és nagyon kedvesen állnak hozzá, a gyerekek nagyon szeretik ezt a változatosságot, és úgy érzik magukat, mint egy családban. De hát nem úgy van az, hogy egy tanár oda bemegy az órára, és akkor utána egy hétig nem találkozik. Mivel kis közösségről van szó, gyakran találkozik az a gyermek azokkal a tanárokkal, és beszélget, és ugyanígy a nagyokkal is. Tehát szerintem itt ennek a közösségnek az a varázsa, hogy mivel kevesebben vagyunk, van egy ilyen családias hangulata. Nagyon hiszek az egyházi iskolák jövőjében. Én mindkét iskolatípusban tanítottam, és tanítok is jelenleg. Nyilván, hogy nem lehet azt mondani, hogy a világiskola az rossz iskola, mindenhol igyekeznek, mindenhol vannak jó és kevésbé jó pedagógusok. Viszont hiszek abban, hogy az egyházi iskoláknak jövője van, éppen azzal a kis plusszal, azzal a vallásos erkölcsi nevelésben látom ezt a pluszt, amit biztosítunk a gyerekeknek, és azt is hiszem, hogy a tanügyi törvény most módosításával, tehát az, hogy most felekezeti iskola is lesz, megnyílnak az utak, és akkor nem magánoktatási formaként kéne az egyház ezt a terhet fölvállalja, hanem akkor első osztálytól egész 12. osztályig minden szinten, minden profilban az iskola működni fog. És hát ezt várjuk, és szeretnénk, hogy minél hamarabb ez a szabályzat kijönne és megvalósulhatna az iskolákban. Mind üveggolyó megkapod, óriás leszel, csak hunyd le kis szemed, aludjál szépen kis Balázs.